István vagyok, és hát másodszor vagyok itt ebbe a tártos központba. Hát csodálatos emberek, csodálatos világ, és egy teljesen új ismeretekkel találkozik az ember. Hát először a feleségem volt, aki önökkel felvette a kapcsolatot. Ő rajta is volt egy szellem, mégpedig édesanyjának a szelleme, aki olyan 15 éve halt meg, és hát a feje fájt a feleségemnek sokszor, és ennek az oka az volt, hogy szellem volt rajta. Eljött ide, és kikezelték, mint aki cserélték volna, hát körülbelül 15 évet fiatalabb ott, mert hát 15 éve halt meg anyósom, 15 éve volt rajta a szellem, és hát mintha kicserélték volna, lakásban is voltak szellemek, azokat is elküldték, elengedték, és hát én is eljöttem, mivel nekem is problémáim voltak, irodában dolgozom, állandóan ülőmunka, állítólag született szívbeteg is vagyok, úgyhogy nem tornáztam, nem voltam katona, de hát már 60 éves vagyok, és mondjuk a sportolás az egyik fő célom. Szóval eljöttem ide körülbelül 2 hete, és mintha kicseréltek volna, Marika levette rólam a szellemet, aki nem tudom, hogy a szomszéd volt, aki szintén 3 éve halt meg. Ez az ártó szellemet levették valamint, és hát kaptam, most már második kezelést megkaptam, ezek is annyira pozitív változást idéznek elő, hogy hihetetlen. Szóval az, hogy a kínai orvostudomány mondjuk nem hiszi el azt, hogy mondjuk az ember beszed egy tablettát, vagy kap egy injekciót, és attól meggyógyul, ugyanígy az európai orvostudomány nem hiszi el, hogy mondjuk akupunktúrával, összeszurkálással lehet valakit gyógyítani, ugyanígy az ős magyar hun vallás tártosoknak a gyógyító művészete, mondjuk ezt, hogy művészete, ez tényleg Jézus Krisztustól származhat, mert Jézus Krisztus is úgy gyógyított, hogy kézzátétellel, szinte csodaszerűen, és hát ez egy olyan világ, ami tényleg létezik a 21. században, és nagyon köszönöm azt, amit eddig tettek, értem, és bízom benne, hogy sokkal ismertebbek lesznek, és sokkal inkább mondjuk tudnak használni, nem csak a magyaroknak, hanem az egész emberiségnek. Köszönöm szépen!